A csabaiak 2,5 hét pihenő után léptek újra pályára a bajnokságban, míg a haladása hétvégi Soroksár elleni hazai vereséget követően javított volna mérlegén. Az első negyed óra helyzet nélkül telt el, majd a fehérmezes vendégek veszélyeztettek először. A 17. percben Holdamf Gergő találta el a baloldali kapufát. A Békés Csaba 7 perccel később szerezte meg a vezetést. Németh Milán hibája után Faragó Tamás harcolt ki egy büntetőt. A 11-est Kursány György magabiztosan értékesítette. A félidő folytatásában a Békés Csaba irányította a játékot, a vendégek mégis egyenlítettek. A határozatlan hazai védők között Szalai Szabolcs lőtt Ribánszky kapujába a 42. percben. A fordulást követően kevesebb helyzetet láthattak a szurkolók, a mérkőzés utolsó negyedórája azonban több izgalmat hozott. A 79. percben Gréci lövését még védte a haladás kapusa, Nikola Pántovics viszont értékesítette a kipattanót, így újra a Békés Csaba jutott előnyhöz. A haladás azonban egy perccel később egyenlített, Meggyes Zoltán tette kapura a labdát, de a találat hivatalosan Mészáros Márk öngoljaként került a jegyzőkönyvbe. A 93. percben Novák Csanád még a győzelmet is megszerezhette volna csapatának, de Ribánszky védett, így maradt a 2-2-es döntetlen. A második fél időt úgy kezdtük, ahogy kell, megvoltak azok a lehetőségek, amiből megszerezhettük volna a vezetést, de megint egy hatalmas védelmi hibából, ami érthetetlen, hogy fölívett labdák voltak, tudtuk nagyon jól, hogy próbálják a védők mögébe ívelni, nem adtuk a mélységet, meg nem biztosítottuk egymást jól a védekezésnél, és ebből volt ugye a második gól. Ezek mind olyan hibák, amik nem szabad, hogy előforduljanak. A csabaiak vezetőedzője értékelésében kiemelte, hogy csapata ugyan több helyzetet dolgozott ki, majd 10 perccel a vége előtt vezetést is szerzett, mégsem tudta megnyerni a mérkőzést. Természetesen mindkét csapat győzhetett volna, ez igaz. Annyit, hogy nem játszottunk jól, de volt hadzicserünk. Szerintem ezt nagyon nem kell magyarázni. A végén viszont úgy érzem, hogy 2-1-4 megnyert meccsünk volt, középkezdésből értetetlenül állok, tehát nem lehet gólt kapni. Úgy gondoltam, hogy van 8-10 perc, kivédekezzük esetleg egy kontrából gólt rúgunk, sajnos nem sikerült. Az eredmény miatt nagyon csalódott vagyok. A Békés Csaba hétvégén a Magyar Kupában lép pályára, amikor a sorozat 6. fordulójában a Békés megyei első osztályban szereplő Körös Ladány lesz az ellenfél.